nem művelt szőlőterületek a gondosan művelt szőlők közé mozaikszerűen vannak beékelődve. Több gazda anyagi okokból, életkorából adódóan fölhagyott ezeknek az ültetvények művelésével. Eger külterületén mutatja a növényvédelmi szakember ezt a kezeletlen szőlőültetvényt. Csak pár sorról van szó, és egy-két tőkén kívül más már nem nagyon emlékeztet az egykori gazdálkodásra. Nem a gaz okozza a gondot a szomszédos gazdálkodóknak, hanem az aranyszínű sárgaság veszélye. Ez a szőlőbetegség végzetes a tőkékre, szerencsére Heves megyében még nem mutatták ki. Egy apró rovar az amerikai kabóca terjeszti, ez viszont megjelent már nálunk is. A kezeletlen területeken könnyen elszaporodik a kabóca, így megelőzésként most a kormányhivatal szakemberei felkutatják ezeket az ültetvényeket, és a tulajdonosokat a rovar elleni védekezésre kötelezik. Azok a szőlőültetvények, amelyek elhanyagoltak, amelyeket egyértelműen nem részesít védelemben a gazda, az biztos fertőzési forrás, és most megpróbáljuk arra venni a gazdákat, hogy ezeket a szőlőültetvény tulajdonosokat inkább úgy fogalmazni, hogy a kötelezettségüknek tegyenek eleget, vagy számolják fel az ültetvényüket. A hatóság a jogszabályban előírt védekezési kötelezettségek betartását rendeli el a nem művelt ültetvényekben. A védekezést permetezési naplókkal, számlákkal lehet igazolni. Ha valaki nem tesz eleget a felhívásnak, növényvédelmi bírságra számíthat, ami hektáronként akár 50 000 forint is lehet.